Mához 3 hétre. Nagyobb zsákkal állok színed elejében. Kedves jó juhászom, köszönöm hűséget. Számos történet maradt fent Mátyás királyról, az igazságosságát, becsületességét többek között a mese és mondavilág is őrzi. Mátyás király kockára teszi az országát, mert azt mondja, hogy olyan hűséges az ő juhásza, hogy bármi történik, őt nem lehet befolyásolni sem pénzzel, sem családsággal, sem huncutsággal. Sem. Ha egyszer azt mondta, hogy ő hűséges a királyhoz, az életárán is hűséges kell, hogy maradjon. A Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház Mátyás király születésének 575. királyjá választásának pedig 560. évfordulóját ünnepli legújabb előadásával. Hogyan tudunk egy úgy szóval archaikusnak mondott szöveget a mai korban aktuálissá tenni, a gyerekek számára is elfogadhatóvá, élvezhetővé, és hogy hogyan tudjuk azt a zenei világot, ami rendkívül izgalmas és érdekes Kocsár Miklós által, hogyan tudjuk érvényesíteni a mai korban. Az Egri Színházban nem először mutatják be a darabot. A Burkus királyt alakító Fehér István már az 1988-as előadásban is szerepelt. Ez alapvetően, amivel mi összekapcsoljuk, az Burgerland. Tehát Burkus szó maga az olyan lenne, mint ha valami keleti, nekem legalábbis olyan hangalakja van, de hát ez a nyugati világ volt. Nem is tudom, hogy igazságos vagy igazságtalan-e, minden esetre valami rossz értékrendű ember. A rímekben elmesélt történettel a becsület és igazság hangsúlyozása mellett az alkotók az összművészetre is felhívják a figyelmet. Így például a nézők a zenészeket is jól láthatják előadás közben. A mesejáték október 16-ától látható a Gárdonyi Géza Színházban.